Az Énekes utcában napok óta az erős fejfájást okozó benzinszagokát keresték az ott élők. Ahogy az archív felvételek mutatják, szennyezés nem mostanában történt. A környékbeli tulajdonosok szerint az Izsáki úti töltőállomás környékén évtizedek óta szennyezett a talaj és a talajvíz. Ennek a szinte napra pontosan 18 évvel ezelőtt kiderült környezetszennyezésnek a végére tesz pontot hamarosan a MOL. Ezen az elkerített területen kezdenek hamarosan földcserébe. A MOL a töltőállomás megvásárlása után felméréseket végzett, amelyek a talaj és a talajvíz szennyezettségét mutatják. A MOL szakemberei átfogó vizsgálatot indítottak, és lakossági fórumon tájékoztatták a környék lakóit. Elmondtuk nekik azt, hogy a töltőállomás közvetlen környezetében környezetvédelmi munkálatokat fogunk kezdeni. A töltőállomás mellett van egy zöld füves terület, ezt a területet már elkerítettük, itt fognak elkezdődni a munkálatok. Vélhetően a földmunkákat e hét végén vagy jövő hét elején fogjuk elkezdeni. A lakosokat folyamatosan tájékoztatják majd, hogy a munkák elvégzése pontosan mikor és milyen hatással lesz a környék életére. A kertekben történő ellenőrző mérésekről a tulajdonosokkal egyenként fognak egyeztetni. A munkálatok a töltőállomás mellett abból fognak állni, hogy azt a területet, ott a földet kitermeljük, és egy teljes talajcserét végzünk el, illetve elhelyezünk egy víztisztító rendszert, amely a talajban és a talajvízben lévő szennyeződést kezeli, majd ezt a szennyeződést tisztítja. A következő hetekben, hónapokban folyamatosan méréseket végeznek majd a környező házak kertjeiben is. Apáti Tóth Kata elárulta, hogy a töltőállomás kifogástalan műszaki állapotban van. A föld alatti tartályok, vezetékek nem szivárognak, azokat nem kell cserélni. Azt viszont vizsgálni fogják, mikor és hogyan keletkezett a szennyeződés, és hogy kit terhel a felelősség.